csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Természetesen felvételről így ünnepek táján, ugye azok az emberek, akik most néznek minket, azok nincsenek a zsinagógába, akik viszont a vendégeim, meg jó magam, ezekben a percekben éppen a zsinagógákban vagyunk, emlékezünk, ünnepelünk, böjtölünk, előtte meg utána jókat eszünk, de most akkor hallgassuk Magyarország katonai főrabbiát, Tota Péter Joélt. Szép jó reggelt kívánok! Köszönöm, reggelt. Hogy bejött hozzánk még így az ünnepek előtt. A Magyar Honvédségnek vannak zsidó és nem zsidó hithű katonái, akik hisznek az örökkévalóban. Gondolom ezért jött létre a tábori lelkészszolgálat, közötte a tábori rabbinátus is. Ön mióta tölti be ezt a tisztet? Én 2009-ben kerültem a tábori lelkészséghez, és 2012-ben neveztek ki a vezetőjévé a lelkészségnek, miután dandártábornok úr Frölich Robert nyugdíjba ment. Hányadik rossasanája akkor ez a katonaságban? Gyorsan utána számolunk. Mennyire mások az ünnepek a Magyar Honvédség keretében, illetve az itt állomásozó, ha vannak itt NATO katonák, hisz gondolom, hogy a NATO katonák zsidó lelkéért is felelnie kell. Most gyorsan kiszámoltam, ez a 9. Tehát mióta én a tábori lelkészségen dolgozom, a zsidó tábori lelkészségen dolgozom, ez a 9. Rosh Hashanah. A kérdésre, hogy válaszoljak, ugyanaz. Tehát tulajdonképpen semmiben nem különbözik senkinek a Rosh Hashanája, tehát ugyanazokat az imákat mondjuk el, ugyanabból az imakönyvből imádkozunk. Azt akarja mondani, hogy minden katonaságnak lehet azokat a tábori lelkészi hivatalokat szerte a világon, ahol már voltam a tábori rabbinátusokon, minden seregnek megvan a saját imakönyve, a saját szidúrja, ami igazából semmiben nem különbözik az én imakönyvemből, talán a borítójában annak a hadseregnek a fémjelzése rajta. Hát erre azért nem tudok jól válaszolni, mivel nem tanulmányoztam a különböző országoknak a különböző Rosh Hashanah imakönyveit. Azt tudom, hogy itt mi ugyanazt használjuk, mint amit a zsinagógában használunk. Azt már láttam, hogy széderre adott ki a honvédség megfelelő imakönyvet, illetve amiből követik a szédert. Van-e törekvésük? Van például a Magyar Honvédségnek, láttam, még saját kipája is. Igen, törekvés mindig van, szándék megvan. Én azt hiszem és azt gondolom, sőt nem is gondolom, hanem tudom, hogy a Honvédelmi Minisztérium mindenben támogat bennünket. Nekünk kell összeállítani, tehát hogyha megvan a kész anyag, akkor ez kiadásra kerül. Egyelőre rengeteg olyan dolog van, amit még pótolni kell, ez most nem az elsődleges feladataink közé tartozik. Ha valaki egy hithű zsidó, attól még tud jó katona is lenni Magyarországon? Tehát megvannak az adott lehetőségek, hogy ő reggel imádkozzon, tfilin tekerjen, az ünnepeket betartsa, nokdacu még kóser élelmezésben is részesüljön? Abszolút, abszolút. Minden lehetősége megvan. A tábori rabbinátusnak van külön zsinagógája, ahol egész nap várjuk azokat, akik imádkozni akarnak, akik hitélettel akarnak foglalkozni. Tehát mi mindent megteszünk annak érdekében, és a Magyar Honvédség is mindent megtesz annak érdekében, hogy a katonák, a katonái, azok teljes hithű vagy hitéletet tudjanak élni és gyakorolni. Nem tudom, mert nem voltam katona, de feltételezem, hogy ilyenkor ünnepek táján egy katonai főrabbi a katonáinak, illetve az őket követőinek egy ilyen levelet, vagy egy parancsot ad ki, vagy valami emlékeztetőt az ünnepbe általában. Hogy történik ez? Hát parancsot nem, az nem.
Valóban történik az, hogy egy újévi köszöntőt írunk, fogalmazunk meg, amit elküldünk, illetve Rosh Hashanah estéjén vagy előtte való időszakban rendezünk egy ilyen Rosh Hashanah-i köszöntőt, ahol természetesen megköszönjük nem csak a zsidó, hanem a nem zsidó katonáknak és közalkalmazottaknak azt a munkát, amit végeznek, és azt, amit felénk nyújtanak segítséget. Szóval ilyenkor kívánjuk azt, hogy az örökkévaló áldja meg őket, és adjon nekünk, a Magyar Honvédségnek, az ott dolgozóknak nagyon szép évet, következő évet. Az ön újévi imáiban és mindennapi imáiban az örökkévalótól áldást kért a befogadó ország vezetőjére, hiszen előveszünk egy régi imakönyvet, ott a királyra vagy Ferenc Józsefre kérjük az örökkévaló áldását, és ez nagyon érdekes, amikor egy katonai főrabbi, mint ön, aki lehet, hogy nem katona, hanem csak mint rabbi a katonaság kötelékében van, aki általában háborúkkal foglalkozik, de ön meg a békéért imádkozik. Nincs ebben valami érdekes? Nyilvánvalóan van, de ettől függetlenül mi az alapértékektől nem távolodhatunk el. És az alapérték az pedig az a Jesájai, Ézsaiás proféta által megfogalmazott állapot, hogy együtt tudjon az oroszlán a bárányjal lakni. Tehát a mi feladatunk, és én azt gondolom, hogy minden lelkészségnek az a feladata, hogy a békét, a békességet teremtse meg, mert ez a shalom, ugye ez a kifejezés is erre utal, hogy ugyanaz a békesség, ami fent az örökkévalónál megtalálható, ugyanaz valósuljon és valósulhasson meg itt lent mi közöttünk. Az én világnézetem szerint a béke fenntartására egy erős, ütőképes hadseregre és jó tábori rabbikra van szükség, adja az örökkévaló, és most nem mondom el, mint kohanita, a kohanitai áldás, de kérem én is az örökkévalót, hogy vigyázzon önre, családjára, és természetesen arra a hadseregre, amely a hazát védi mindenféle gonoszságtól és rossztól, és legyen békés, boldog új esztendők, vagy ahogy mifelénk mondják, Sana Tová. Köszönöm szépen, ugyanezt kívánom én is a kedves nézőknek és a szerkesztő úrnak. Az elmúlt percekben Magyarország tábori főrabbiával, Tota Joel Péterrel próbáltuk megbeszélni, hogy mi is történik tulajdonképpen ilyenkor új esztendő táján a hadseregbe, mint a rövid válasz, mint minden katonáságban, mint mindenhol. Itt is imádkoznak az emberek. A tábori főrabításosnak a zsinagógáját megtalálhatják a Veselényi utcában, és bárkinek bármi kérdése van, kérdezze a tábori főrabbit, internet címe, ahol kérdezhetik. Hát most egy jelen pillanatban Govos címünk van, az egy belső levelezési rendszer, de ha külső, akkor tábori rabbinátus@gmail.com, természetesen ékezetek nélkül és 2B-vel. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Most előzetesek és már is jövünk vissza, ugyanúgy, mint ünnepi műsorunk többi szereplőjével. Ezt a beszélgetést is korábban rögzítettük, ahogy szokták mondani. Culán bejom, hol, azaz hétköznap vettük föl. Tartsanak továbbra is velünk!